megkezdjük a kanapé adását, és aki most a kanapén helyet foglal, az egyik nagy kedvencem, ezt hadd mondjam el, még a nagy puzsérság előtt ismertem Horváth Szilvia, az én televíziós rendező barátnőm, ajánlotta a figyelmemben, egy fiatalemnek a honlapját, ahol ilyeneket lehet látni, hogy puzsérkóla, hogyan akar valaki a meghatározó pesti értelmiségnek a részévé válni. Ezek hány éve sztorik, amiről én beszélek? Az nagyon, még tényleg nagy puzsérság előtt vagyunk, ugye? 2005-2006 táján, ez, sőt már 2004-ben elkezdődött, ez a Gang című tévéműsor, amit még az MTV rendelt meg, a Supergroup, már a Propaganda Media Kft. Től, és az gyártotta ezt a Gang című tévéműsort, amely tévéműsorban 2 perces filmeket gyárthattunk, és nekem, én akkor azt egy nagyon nagy lehetőségnek éltem meg, és számomra az akkor az is volt. Én akkor nyilváníthattam ki a véleményemet először. 2004 és 2005 táján, ha az annyi, mint 17-18 évvel ezelőtt. Hát nem ma volt. Nem ma volt, de hála az internetek, ezek fenn vannak, és megkereshetők, és érdemes őket megnézni, milyen volt Puzsér Robert akkor tehát. Hát nem nagyon változott. Ő nem, a világ az változott. Mm. Nem is ezért jöttünk ide, hanem egyik, hát szombat éltem, pont sütöttem, főztem otthon, és megütötte a fülemet. Nyilván volt ennek egy felvezetés, egy előkészítése. Nekem ez kimaradt, hogy Puzsér Robert szakácskönyvet írt. Na mondom, hát akkor én, mint gasztroriporter, meg nagy amatőr gasztró kibic, azért ezt megbeszéljük. Mi az, ami kihozta belőle ezt a szakácskönyvet? Ugye elolvasva a fülszöveget, a hátotalálható ajánlószöveget, egyszer csak valamiből eleged lett, hogy itt jött valami gasztroforradalom, minden Michelin csillagos, minden le van mérve, minden ilyen fűszer, olyan fűszer, és akkor egyszer csak jött az, hogy állj, nem így kell. Hogyan kell? Hát ez, én nekem az a nagyon rossz érzésem van a gasztronómiával, meg a gasztró hullámmal, meg a gasztró forradalommal, meg a gasztronómiára ébredéssel, meg a magyarok gasztronómiára eszmélésével, hogy hát ez kiüresíti a kulturális teret. Ez egy tartalmatlan élmény, kultúra. És ehhez a tartalmatlan élményhez rendeljük hozzá a saját kulturális szerepünket, meg helyi értékünket. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szofisztikált őskor. Ez abban az értelemben, amilyen értelemben a mi civilizációnknak van egy kulturális öröksége, ez nem a kultúra része, hanem ez, mert ez egy szükségletnek a nagyon-nagyon szofisztikált, nagyon kifinomult kielégítéséről szól, de amint azt tudjuk, a gasztronómia nem katarzis képes művészeti ág. Egyáltalán nem is gondolom, hogy művészeti ág lenne. De valahogy aként van kezelve. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azért, mert az elitnek, meg a tömegnek ez az utolsó közös témája. Az elit és a tömeg életmódját tekintve, értékvilágát tekintve, minden vonatkozásban teljesen elkülönbözött egymástól. Már nem is ismernek egymásra, már nem is értenék egymást, ha nem lenne a gasztró. Ez a közös nyelv? Így van, ez a közös nyelv és ez a közös téma. A legkevesebb, ami a tömegtől, a legkevesebb, ami az elittől kitelik, az a főzés és az evés, és a legtöbb, ami a tömegtől kitelik, az a főzés és az evés. Az elit az azért teszik, mert muszáj ennie. Nem, ezt nem tudja megspórolni, fönn kell tartani a saját egzisztenciáját, ezért ennie kell, és ha már eszik, azt elit módjára teszi, ahogy mindent elit módjára tesz. A tömeg pedig az evésben éli meg a saját jólétét, mert semmilyen más módon nem tudja, mert ezen a tájékon, legalábbis ahol mi élünk, itt az evés és az éjség közti különbség jelenti a jó idők és a rossz idők közti különbséget, a szabadság és a zsarnokság közti különbséget. Ne felejtsük el, hogy a magyarok azok egy tányér gulyáslevesért adták el a szabadságukat 1957. május 1-én, illetve attól kezdődően. Itt Magyarországon a gasztronómia nem pusztán önmagát jelenti. Itt az evés az a megbecsülést,
meg a szeretetet, meg az egymáshoz való viszonyulásunknak az őszinteségét fejezi ki. Ne felejtsük el, hogy a szülők a főzéssel, meg a zabáltatással fejezik ki a gyerekeknek a szeretetüket. Uh-huh. Ez egy sérült szeretetnyelv. Ez valami olyasmit jelez nekünk, hogy nem nagyon vagyunk képesek arra, hogy a másik számára érezhető, észlelhető, átélhető módon közvetítsük az érzéseinket, hanem főznünk kell, meg zabáltatnunk kell a másikat, és addig kell zabáltatnunk a kölyköt, amíg már nem fér át az ajtókereten, és akkor azt lehet mondani, hogy na, talán a következő tél nem viszi el a gyereket. És ezt megtanultuk, hogy így fejezzük ki, és így értjük egymás szeretetét. Na, Kádár János ugyanígy fejezte ki a szeretetét a magyaroknak, ezzel a zabáltatással, a krumplilevessel, meg a gulyáslevessel. A helyzet az, hogy ez a viszonyulás ez nem változott. Az Orbán Viktornak a rendszerében a magyarok kifejezetten az életszínvonaluk, a jólétük, a megehető, az evéssel kifejezhető, és az evéssel megélhető jólétük mentén legitimálják ezt a rendszert. És ha ennek a rendszernek egyszer majd elfogy a legitimitása, az a magyarok korgó gyomrában fog jelentkezni. Az első részben elég messze jutottunk okkal és indokkal, hogy pontosan miért is született meg ez a könyv. Az a momentum az mikor jötte, hogy ezeket mind papírra kell vetni, hogy ennek elég, ez legyen egy kézzelfogható formája, és igen szórakoztató formája. Én most kaptam meg a könyvet, most néztem bele a könyvbe, ez szerintem ez egy önálló dolog, tehát ezt földes nélkül is az ember kézbe veszi, és hát elindul a napja szépen, ahogy kell. Ez szakácskönyvnek látszik, de ez valójában szórakoztató irodalom, és szociofotó gyűjtemény. Így van. Ez nem elsőrendűen a főzésnek szól, hanem elsőrendűen a leszakadó társadalmi rétegeknek az életmódját fejezi ki. Mindazoknak, akikről Magyarországon jóformán senki nem vesz tudomást, pedig ők itt élnek, amíg az elit konfitál és szuvidál, és a magyar élettől teljesen idegen eljárásait folytatja. Eközben a magyarok meg olyan módon élnek a nagyon-nagyon nagy számban, nagyon százezresével, ahogyan ennek a könyvnek alapjain az kifejeződik. De erről természetesen az elit nem vesz tudomást. Erről tulajdonképpen senki nem vesz tudomást. A neoliberális kormányzatok úgy működnek, hogy akinek a szavazatát meg lehet venni egy zsákrumplival, annak a legnagyobb hülyeség két zsákrumplit adni. Na ez a zsákrumpliból főzhető ételeknek, ez a zsákrumplihoz tartozó receptgyűjteménynek a kötetbe foglalása, és ezek a receptek, amelyek ebben a könyvben vannak, mert formailag teljes mértékig szakácskönyv. Ez így van. Csak próbáljon meg belőle valaki főzni, és belekóstol Kelet-Magyarország ízeibe. Ahogy ez a könyv kifejezi az én viszonyulásomat a gasztronómiához, azt a viszolygást, amit érzek az iránt, hogy a kulturális tér tartalmatlanítva és katarzistalanítva lett ezzel a gasztronómiai mellébeszéléssel, ezzel a gasztrocseveljel, mert ez nem beszéd, mert nincs tartalma, nincs tényleges tartalma. A tényleges tartalma mindössze annyi, hogy most már a kisember is érezheti magát elitnek, hogyha
elfogyasztja azokat az ételeket, ha elkészíti olyan módon azokat az ételeket, és elfogyasztja ahogyan azokat a Michelin csillagos séfek, az igazán nagyok, a burzsoák, azok, akik megcsinálták, azok, akik igazán tudják élni az életet, úgy élik, úgy főzik, úgy szuvidálják és konfitálják. Hát ha érti ezeket a kifejezéseket abban az esetben, nem? Ugyan ki érti ezeket a kifejezéseket Magyarországon? És aki érti, az vajon tényleg azért érti, mert az ízekre kíváncsi? Nem az elit tudatához tartozó kiválasztottság tudatra kíváncsi? Hát én úgy gondolom, hogy ez valójában azt is kifejezi, hogy a magyar ember nem néz ki többet az elitből, vagy nem is képes többet alkalmazni önmagán az elit életéből, mint ami az evés, mint ami ételek elkészítése, meg az ételek elfogyasztásához tartozó élmény, hogy hát igen, én megcsináltam. Én meg 15 éve írom ezt a könyvet, az utóbbi 2,5 évben zajlott a könyvnek a fotózása, meg a művészeti kialakítása, és hát mondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok vele, mert abban a formában sikerült megvalósítani a könyvet. Mi ezt egy nagyon-nagyon penetráns könyvnek szántuk, és abban a formában sikerült megvalósítanunk a könyvet, ahogyan azt elképzeltük. Ezt el kell dönteni. A penetráns szót én nem mondtam volna jelző, de az, hogy érdekes és hogy izgalmas, az jó. Például a rumos forró csokoládét azt kinyitottam, hogy a sportszeletet kiszabadjuk a sztaniolból, pohárba helyezzük, majd a rumos forró csokoládét a mikrohullámosütő legmagasabb fokozatán 2 perc alatt elkészítjük. Ezt azért kipróbáltad? Természetesen. Az összeset, amiben természetesen, van? Természetesen, és mindegyik étel a autentikus körülmények között, autentikus helyen lett lefotózva. Ahogy a fotó is igen mutatja. Igen, igen, néztem. Tehát hogy mi megkíséreltünk a középosztályból a leszakadó társadalmi osztályoknak a körülményeibe belépni. És megpróbáltuk ezeket az ételeket, amelyeket a szociálisan leszakadók életmódjának áldozunk, ezeket autentikus körülmények között lefotózni, és autentikus körülmények sikerült között feltállalni. Igen, tehát itt egy olyan könyvről van szó, amelyből természetesen lehet főzni, de ha valaki ebből a könyvből akar főzni, annak ezekre a receptekre nem nagyon van szüksége. Mindössze körül kell nézni a hűtőben és a hűtő mögött, és amit talál, azt felraknia a tűzre. Ennek megfelelően ez az irodalom nem a receptek elkészítéséhez szükséges elsőrendűen, hanem a nyomor szórakoztató megéléséhez. A nyomor igenis lehet szórakoztató, ha a hozzáállásunk ahhoz kellően felszabadult. És mi ezt a könyvet hát nagyon, nagyon nagy jókedvel, és nagyon nagy, nagyon, nagyon, nagyon nagy, nagy örömmel és élvezettel, és mint egy kvázi magunkat is szórakoztatva készítettük. De ez rögtön is a beleolvasás után a fotók alapján. Én már magamat látok egy olyan estét, amikor hívom a barátaimat egy ilyen puzsér vacsora este, csak ebből kellőképpen felkészültek, és tényegesek az, hogy elfogadják, hogy ez is egy élet. No, legutóbb a TV puccadásában az én konyhatóksom Cserna Szabó András ült, és a Pacal könyv kapcsán beszélgettünk, és azt mondta Cserna Szabó, hogy a magyar konyha, a magyar ételek, a magyar fogások azok eltűntek a pesti éttermekből, és ez nem jó szó, hogy lezüllöttek, hanem elindultak és megálltak a kifőzdék szintjén. Hogy én például, hogyha most valaki kérdezte egy remek magyaros éttermet, nagyon gondolkodnom kéne, de mondjuk olasz éttermet tudok mondani, kínai tudok mondani. Hogy látod te, hova tűntek a magyar ételek? Magyar konyha az nem nagyon fancy. Van bizonyos étel, ami bekerült ebbe a fenszíség kánonba, mint például a töltött káposzta. Azt én megfigyeltem, hogy ezeken a burzsoá állófogadásokon a töltött káposzta van. Az előfordul, az reprezentálja a magyar konyhát, de nem nagyon láttam mást. Hát olyat, hogy rakott krumpli, mikor lát az ember egy állófogadáson, vagy olyat, hogy csülkös bableves, vagy olyat, hogy
Ez teljesen igaz. Hogy halászlé. Tehát nem, ezek, mm-hmm. ezek nem, nem, vagy olyat, hogy harcsapaprikás túrós csúszával. De félünk ezt megmutatni egy ilyen fogadáson, vagy az elit ezt nem tudja befogadni, vagy ez egy túl snasszétel, ezek, amiket mondottál volt. Jön a lazac, ezek vannak, aha. ugye, különböző sajtok vannak, mit tudom, ilyen... Igen, hát ez az öngyarmatosítás. Hát ez úgy is hívhatjuk, hogy birodalmi progresszivizmus. Ami tőlünk nyugatra van, az kulturált, az menő, abban kifejeződik egy kifinomultság, a magyar ételek, azok meg hát mi szeretjük, de hát ezek zsíros ételek, talán a nyugatiak el sem, meg sem tudnák emészteni, talán ha mi sem tudnánk megemészteni, tovább élnénk, talán ha mi sem tudnánk megemészteni, kulturáltabbak lennénk, talán ha mi sem tudnánk megemészteni, akkor nem lenne olyan rossz sorunk, és talán nem kellett volna a szabadságunkat eladni egy tányér krumpli főzelékért, vagy krumpli levesért, vagy gulyáslevesért. Itt jut eszembe a gulyásleves sem fenszétel. Ezek nem fenszételek. Mi átkönyveltük, hogy ezek zsíros, egészségtelen, tápláló, laktató ételek, amit anyuci rak elénk, és amiben nem tudjuk az elithez tartozásunkat megélni, ebben a Kárpát-medencében rekedtségünket éljük meg. Na de ott van Bíró Lajos, aki pedig ugye azt vallja, hogy ezeket a régi zsíros magyar ételeket lehet új formában, új receptekkel megcsinálni. Ő csinált például paprikás krumplit pohárban, és szívószálat állata, úgy összetudni szólta. Próbálkozott, van-e valami vélemény erről, hogy a magyar konyhát meg lehet újítani úgy, hogy az ilyen eseményeken is igen büszkék legyünk, ezt kérem rakott krumpli, ezt kérem harcsapaprikás galuskával, galeskával, ki hogy mondja? Nem, meg lehet szólni. Meg lehetne oldani, de ez is a mesterséfeknek a hitbizománya. Ez rájuk lett bízva, ez nekik lett kiutalva. Uh-huh. Jól látszik, hogy megtehetik, hiszen megtették a töltött káposztával. Azt figyeltem meg, hogy ezeken az állófogadásokon a töltött káposzták nem akkorák, mint amekkorának a magyar háziasszonya az ura elé tolja, hanem ezek apró töltött káposzták, pont olyan aprók, amekkorák ezeken az állófogadásokon, olyan komfortosan fogyaszthatók, állva. Akár állva. Kis kosztümben. Igen, igen, és ott tényleg az van, hogy apró kis káposzta falatkákat kiemelsz, pici tejfölt rácsöpögtetsz, és megkaptál egy magyar ételt, úgy kicsiben, úgy kompaktban, és már van egy viszonyod a magyar gasztronómiához. Hát ez is egy nagy dolog, hogy ez átment, hogy ez itt ma Magyarországon kvázi fancy kajának számít, és ebben mi már ki tudjuk fejezni azt, hogy na hát tulajdonképpen ilyenek lennének a mi állófogadásaink, és csupa ilyen kaja lenne, hogyha Árpád vezér egy kicsit nyugatabbra vezet minket. Hogyha nem állunk meg itt a Kárpát-medencében, hanem egy kicsit nyugatabbra még eljutunk, és sikerül letelepednünk, akkor tulajdonképpen az, amit mi eszünk, meg ahogyan mi étkezünk, az tulajdonképpen annak lenne egy fancy, egy sokkal kulturáltabb, egy nyugatosabb, sokkal kevésbé zsíros, sokkal egészségesebb, és valahogy az elit által elismertebb helye és szerepe a konyhában. Hát ez nekünk nem jutott ki. Mi ebben is tulajdonképpen kurucok vagyunk, amennyiben a saját konyhánkat fogyasztjuk, és kvázi berendezünk itt magunknak egy rezervátumot. Ebben a rezervátumban a mi ételeink az őshonosak, és mi az őshonos ételeket esszük, mert eszünk ágában sincsen eljátszani a szüleinknek, meg a barátainknak, meg a személyes kapcsolatrendszerünknek, hogy mi valamiféle elit vagy Nyugat-Európa vagyunk, de amikor céges rendezvény van, de amikor reprezentáljuk magunkat, akkor szeretjük úgy kifejezni magunkat, mint akik tulajdonképpen ettől nyugatra is élhetnének. Folytatjuk a kanapé adását, a vendégem mindig Puzsér Róbert és az ő szakácskönyv és az ő tudása. Egy szomorú aktualitása van a következő hírnek: a múlt héten vagy két héten elhunyt Bábel István, a Plécsárda alapító, illetve az édesapja alapította, ő pedig vitte tovább. Tudják, kedves hallgatók, ez az a csárda, egy tényleg egy plém lemezekből tákolt csárda a Körvasúcsor mentén, innen nem messze, ahol 2-2,5 kilós rántott húsokat is lehetett venni.
Voltál-e ott, illetve az érdekel, mit szólsz ahhoz a fajta sajtóviszonyhoz, ami így hirtelen ezt a halálhírt belengte, és szinte mindenki együttetően eltemett az egészet, és mindenki úgy emlékszik vissza, hogy ez a magyar gasztronómia egyik csúcsa, egyik oldalágának a csúcsa, ez a fajta étkezés. Na igen. Én hallottam a plécsárda legendáját, és el is mentünk, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen is a magyar konyha, hogyha bőséges és az igazi, és nem tudtunk étkezni, mert akkora sor kígyózott a plécsárda előtt, hogy feladtuk, és inkább elmentünk valahova máshova kajálni, és ez egy teljesen random időpontban volt, egy teljesen random pillanatban volt. Az valami elképesztő, hogy mekkora kultusza van a plécsárdának, mert azt gondolom, hogy abban, ami az a plécsárda volt, az abban kifejeződött a magyarok evéshez való viszonya. A magyarok azok nem gurmék, hanem gurmannok, hogy úgy mondjam. A magyarok elsőrendűen nem a minőségnek, hanem a mennyiségnek a megszállottai. Hát ez a 20. századi nagyon keserves történelmünkből következik, hogy itt nem lehetett jól lakni, ezért ha van, akkor itt addig zabálunk, ameddig el nem ájulunk, vagy amíg bele nem halunk, mint Kis János Móricz Zsigmondnak a regényhőse, hogy aki elhatározta, hogy kieszi a vagyonából az uraságot a jeles esemény alkalmával, aztán hát végül tragédiába torkollott a kísérlet. És velünk így torkolik tragédiába ez a kísérlet. Tehát a magyaroknak a viszonya az evéshez, az a szív- és érrendszeri betegségeknek a melegágya, az a magyarok egészségtelenségének, túlsúlyának, korai halálozásának a forrása. A plécsárdában elsősorban ez fejeződik ki. Biztos vagyok benne, hogy egyébként jól főznek, de abban is biztos vagyok, hogy az adagoknak a nagysága tette a plécsárdát a plécsárdává, és nem az ételeknek a minősége. Itt a plécsárdában az az élmény, hogy itt tényleg annyi tehetünk, mintha tőlünk nyugatra, mintha Árpád vezér még pár ezer kilométerrel tovább nyugatra vezetett volna minket, pedig ott nem így zabálnak. De mi úgy képzeljük, hogy mi így ettünk, mi ezer éve így ennénk, ha nyugatabbra települtünk volna. Nem ehettünk így évszázadokon keresztül, hanem éheznünk kellett. A zabálás az éhségből következik. Az éhes ember zabál. Az, akinek mindig is jutott, mindig is volt, az megtanulta a viszonyát az ételhez, megtanulta a viszonyát az evéshez, megtanulta a viszonyát a saját homeosztázisához. Soha nem kellett kiéheznie annyira, hogy aztán az eszméletlenre, vagy a holtra zabálás legyen annak a következménye. Te magad, amikor egyszer-kétszer elmész, akkor milyen étteremekbe mész konkrétum nélkül nyilván? Voltál-e már olyan helyen, akár mint meghívott vendég, ahol szuvidáltak, ahol külön szomeli állt a mögötted, sőt, álltak mögötted még jó páran, pincérek, zavart ez a tény? Vagy ha szabadon választhatsz, akkor hova mész? Milyen étteremben? Én házias étterembe megyek, hogyha tehetem. Voltam én már mindenféle fogadásom, meg mindenféle gasztroeseményen, ahol bizonyára szuvidáltak is, én ezeket egyáltalán nem értem, egyáltalán nem ismerem fel. Jó primitív vagyok ehhez, viszont nem is érdekel. A szakácskönyvemet, pedig az ezzel a kulturális hatással szemben tanúsított ellenállásnak szánom. Tehát én azért hoztam létre kifejezetten ezt a szakácskönyvet, hogy abban a gasztrokultúra iránti viszolygásom kifejeződjön. Hogy tulajdonképpen vissza szeretném, ha csak néhány töredék média pillanatra is hódítani a közfigyelmet a burzsoá pózolástól a evés, az étkezés, az éhezés és a nyomor tényleges kulturális tartalma felé. Hát a helyzet az, hogy ahogyan a gasztroirodalom meg a gasztro művelet
művelés, vagy a gasztronómia művelete Magyarországon zajlik, az egyszerűen nem vesz tudomást az itt élőknek az életmódjáról. Tulajdonképpen az, amit a Michelin csillagos és egyéb séfek Magyarországon leművelnek, ez a szociális uszításnak egy műfaja. Egy nagyon sajátosan magyar működése. Mintha csak bele akarnának mászni az embereknek az arcába azzal az életmóddal, amit ők úgysem fognak soha elsajátítani. Nagyon hasonló ez, mint a milliómos feleségek reality, ahol a hétköznapi emberek arcába vetnek kesztyűt, és mondják azt, hogy na, ehhez mit szólsz? Ugye, hogy ennek, na, mi, és mindenki tudja, hogy nem lenne szabad lennie annak, amiről a milliómos feleségek szól. Nem lenne szabad lennie ennek a burzsóá veretésnek, meg ennek az aranyásásnak. Na, ugyanez a helyzet, hogy ha Magyarországon akár csak 15%-nyi ember úgy élne, ahogyan ezek a gasztrokönyvek előírják. Már lehet, hogy lenne valamennyi polgárság. Már lehet, hogy nem ilyen módon lennénk berendezkedve. Már lehet, hogy Magyarország egy sokkal élhetőbb hely lenne, és azoknak a szakácskönyveknek valamennyi helye és szerepe lenne a magyar életben. Itt Magyarországon ez nem teljesül, de erre az elit nem reflektál. Én meg hát ezzel szemben szeretnék egy kulturális hatást, egy kulturális demonstrációt kifejezni. És ennek a megtetszésült például a könyv, köszönöm szépen, a gasztronómia és ami mögötte van Puzsér Róbert által. Most kicsit ellentmondok magamnak, mindig azt mondom, hogy jön a karácsony, ne vegyünk tárgyakat egymásnak, hanem élményt adjunk. Ez viszont egy olyan tárgy, ha könyvet lehet tárgyak mondani, ami rögtön élményt is ad, úgyhogy én azt hiszem, hogy az sem jár rosszul, aki magát lepi meg ezzel a könyvvel. Ha meg még a szeretét, akkor még tök jó fej is lesz az ő szemében. Robi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk, és hát én ígérem, hogyha megvalósítom ezt az estet a barátaimmal, az a Puzsér Abendessennak Puzsér árt, ahogy a német mondja, akkor be fogok neked számolni. Köszönöm szépen, Puzsér Robertet hallották. Köszönöm szépen a figyelmet.